A mai nap tehát a háladásról, dicséretről és imádásról szól. Ez három nagyon-nagyon fontos fogalom a Szentírásban. És itt a 100. Zsoltárban, amit felolvastam a dicséret végén, azt olvashatjuk, hogy menjünk be az Úrnak a kapuin háladással, és az oszlop csarnokaiba dicsérettel. A háladás, dicséret és az imádás az tulajdonképpen az Istenhez való közeledésünk három nagyon-nagyon fontos állomása. Ökölszabályként azt lehet, úgy tudjuk ezt megjegyezni, hogy a háladás összekapcsol, összeköt bennünket Istennek a jóságával. Amikor hálát adunk, azért adunk hálát Istennek, mert ő jó. Két okunk mindig van hálát adni. A háladásunk ugyanis nem attól függ, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy éppen mi történt velük. Én ma, megmondom nektek férfiasan, nehéz szívvel érkeztem ide. Van számos olyan gond, probléma az életemben, amiről fogalmam sincs, hogy hogyan fogom megoldani. Olyan feladatokat látok magam előtt, amiről ötletem sincs, hogy hogyan fogom megoldani őket. De nem ez számít, hanem az számít, hogy ezt a távolságot az érzelmeim és az Isten valósága között át tudom-e hidalni, vagy pedig nem. A hálaadás az az eszköz, amivel csökkenteni tudjuk a távolságot köztünk és Isten között. Ugye mi azt szoktuk mondani, hogy menjünk be Isten jelenlétébe, és ez egy paradox fogalom, mert valójában ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Amikor mi idejövünk azzal a szándékkal, hogy Isten tiszteletre jövünk, hogy találkozzunk a testvéreinkkel, azért jövünk ide, mert Isten tisztelni jövünk ide, akkor Isten itt van és vár bennünket, és az ő jelenlétébe vagyunk. A tét nem az, hogy bekerüljünk Isten jelenlétébe, hanem két tétje van az itt levésünknek. Az egyik az, hogy át tudjuk élni Istennek a jelenlétét. A küzdelem ezért folyik, mert sokszor a mi belső emberünk, a mi tudatunk, a mi lényünk nagyon testi. Épp néha a nehézségek, néha éppen a jó dolgok, néha a problémák, néha éppen ellenkezőleg azok a kívánatos és szép dolgok, amiket ez a világ nyújtani tud, vagy ami utána testünk vágyakozik, ezek testivé tesznek bennünket, és ilyenkor nagyon távolinak érezzük az Istent. Úgy érezzük, hogy Isten valahol nagyon messze van, valahol nagyon távol van, mint egy óriási távolság, egy óriási szakadék lenne köztünk és az Isten közt. És a hálaadásunknak az egyik tétje, hogy ezt a szakadékot áthidaljuk, és tulajdonképpen nem az Isten jön hozzánk ilyenkor, hanem mi megyünk az Istenhez, ahogy a Zsoltár is mondja, hogy menjünk ő hozzá. Ahogy fizikailag kifejezte Izraelben ezt a hozzámenést, amikor elzarándokoltak az emberek, és elhatározták Galileából, Názáretből, felkerekedtek, hogy megteszik ezt a 120 kilométert a jeruzsálemi szentélybe, mert ott lakik az Úr neve, ott lakik az Úr személye, és Istenhez akartak menni. És elénekelték a grádicsok énekét, és szerte a világból hajóra szálltak, karaván útra keltek, és hetekig, hónapokig mentek, és miközben mentek, azon elmélkedtek, gondolkodtak, hogyha egyszer meglátjuk Júdának a hegyeit, Jeruzsálemet övező hegyeket, akkor felemeljük a szemeinket, mert tudjuk, hogy a mi megváltónk ott van, a mi Istenünk ott van, ahogy énekeljük is, és ahogy írva is van, hogy szemeimet a hegyekre emelem. Onnan jön az én segítségem. És amikor távolról meglátták a hegyvonulatokat, az emberek szíve megdobogott, és a következő, a grádicsok énekének a következő Zsoltár azt mondja, ott álltak a mi lábaink a te kapuidban. Ó, Jeruzsálem! Te szépen épült város, és ugye úgy van fordítva, hogy jól egyben van szerkesztve, de nem, a héber szöveg nem ezt mondja, hanem a hely, ahol minden egybe szerkesztődik. Ahol a menny és a föld egybe szerkesztődik. Ahol a különálló egyének egy néppé szerkesztődnek egybe. Ahol a törzsek egy néppé válnak, Isten népévé válnak. Jeruzsálem ez a hely. Jöttek az emberek Babilontól kezdve a római birodalom részeig, pünköskor Pál prédikált, a pártusok, médek, elámiták, ciprusiak, arabok, mindenféle népek jöttek oda, és voltak ott az Úr előtt, és hallották az üzenetet, a pünkösnek az üzenetét, a csipkebokor helyett lángoló embereket láttak, akik a tűz közepéből szóltak hozzájuk, szólták az Isten szavát, az Isten beszédét. Mindenhonnan jöttek ezek az emberek, különböző kultúrákban éltek, különböző dolgok vették őket körül, de amikor a szentélybe beléptek, de amikor Isten elkezdték imádni. De amikor megszólalt a kórus, és elkezdték az Urat dicsérni, egy néppé váltak. A menny és a föld egybe lett szerkesztve, és az Isten népe egybe lett szerkesztve. A hálaadás tehát arra való, hogy megtegyük a távolságot a testből a szellembe. A fizikai valóságból az Isten közelségébe.
abba a közelségbe, amit át tudunk élni. A hálaadás másik tétje pedig az, hogy az Isten megnyilvánuljon közöttünk. Mert ő itt van, de a jelenlétéből nem nagyon profitálunk akkor, hogyha nem nyilvánul meg, ha nem cselekszik, ha nem nyújtja ki a karját. A hálaadásunk, a dicséretünk arról szól, hogy vágyjuk, kívánjuk, hogy Isten cselekedjen. Áldozattal jövünk elé, és az az áldozat mi magunk vagyunk, ahogy hallottátok is az Új Szövetségben, ugye Ildikó felolvasta a Róma 12.1-et, hogy régen levágták az állatokat, megnyúzták, megmosták, elégették az oltáron, és ez volt az az áldozat, amivel az emberek közeledtek az Istenhez. Mi milyen áldozattal tudunk közeledni az Istenhez? Isten halott állatok tagjait akarja? Nem, azt mondja a Biblia, nem. Hanem mi magunkat, a szívünket, a lelkünket tesszük oda az oltárra, és engedjük, hogy tüzet fogjon. És ez a tűz mozgatja aztán a tagjainkat. Az Isten ismerete, az Isten szeretete, az Isten közelsége kell, hogy utána a gondolatainkat, az érzéseinket áthatva a testünkön is, a külsőnkön is valami módon meglátszódjon. A hálaadás tehát zarándoklat. A hálaadás bevisz bennünket a testi mi voltunkból a szentek szentjébe, az Istennek a jelenlétébe, hogy be tudjunk lépni a kapukon, és ott legyünk az udvarba. És az udvarból bejussunk a szent helyre, és a szent helyről bejussunk a szentek szentjébe. Így haladunk a hálaadással át a kapukon, az Úr oszlopcsarnokaiba, a dicséret segítségével belépünk Istennek a valóságába, Istennek a templomába, és jön az imádás, amikor a szentek szentjébe leborulva imádjuk őt. A hálaadásról szeretnék én mostan beszélni. A hálaadás tehát összeköt bennünket Isten jóságával. Ugye az Ildikó is felolvasta az igét, a másik Zsoltárban is pont ez volt, a Jósafát történetben is ebbe foglalják össze a Zsoltároknak a lényegét. Ennek a Zsoltárnak a vége, a 100. Zsoltárnak a vége is így szól, hogy adjatok hálát az Úrnak, vagy dicsérjétek az Urat, ugye, hodul Adonai ki tov, dicsérjétek, hódoljatok az Úr előtt az Úrnak, aki jó, aki örökké szeret. Ugye kegyelme örökkévaló, sokféleképpen fordítjuk, de ez a szó szerinti fordítása. Hodu ladonai ki tov, ki leolam hazdo. Hódoljatok az Úrnak, aki jó, aki örökké szeret. És ez a szeretet egy tevékeny szeretet, ez a hesed, ez a tevékeny szeretetet fejez ki. A cselekedetekkel való szeretetet, ahogy az Új Szövetségben is olvassuk, hogy ne nyelvvel, ne beszéddel szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal. Az Isten így szeret, amikor itt van és szeret, akkor annak mindig következménye van, annak mindig eredménye van. Ezek nem szavak, nem érzések az Isten részéről, hanem cselekedet és valóság. Megnyilvánul ajándékokban, gyümölcsökben, megnyilvánul isteni erőkben, és ezek az isteni erők nem mindig azt jelentik, hogy csodák történnek, mert most ebben nem megyek bele, de a Biblia beszél arról, hogy Pál imádkozik, hogy felruházzatok mennyei erővel a teljes hosszú tűrésre és álhatatosságra. Ez is erő kell, hogy az ember hosszú tűrésrel és álhatatossággal tudja tenni a jót és tartson ki a jó mellett. A hálaadás tehát útra visz bennünket. A dicséret Isten nagyságával közt össze bennünket. A dicséretben Istenről éneklünk, hogy ő milyen nagy, milyen hatalmas. Majd erről is szeretnék később részletesen beszélni. Az imádás pedig Istennek a szentségével köt össze, és a szentségről is szeretném, ha megértenétek, hogy a szentséget még ezt mondjuk, hogy szentség, akkor mi valamilyen erkölcsi izére gondolunk, hogy valaki ilyen nagyon erkölcsös állapotban vagyon. De az Isten mindig is nagyon erkölcsös állapotban vagyon, ő a bűnnel nem kísérthető. Tehát az Istennek nincs szüksége arra, hogy a bűntől különítse el magát. Az Isten szentsége egészen mást jelent, mint a mi megszentelődésünk. A mi megszentelődésünk a bűntől, a világtól való elválasztottságunkat jelenti. Az Isten szentsége pedig azt jelenti, hogy ő egy egészen különleges lény. Valaki olyan, akihez nincs fogható, akihez nincs hasonló. És ezt látjuk mi meg az imádásban, ezt az egészen különleges lényt. Az imádásban fedezzük fel azt, hogy Istennek még a töredékét sem ismerjük, még semmit nem tudunk szinte az Istenről. Ha sokat tudunk róla, még akkor se tudunk semmit róla. Mert Isten annyira végtelen, annyira csodálatos, annyira fantasztikus lény, olyan meglepetésekkel teljes lény, hogy mindig van több, mindig van más, mindig van jobb, mindig van még valami, amit az Isten nekünk mutatni tud. És Jézus is ilyen volt a tanítványai számára. Csupa meglepetés volt a számukra. És a tanítványok újból és újból azt kérdezték, hogy ki ez, hogy a szél, a tenger, a vihar is engedelmeskednek neki. Ki ez, hogy a bűnöket megbocsátja? Ki ez az ember, aki a vízen jön hozzánk?
Ki ez, akinek ilyen hatalma van, ilyen ereje van? Az emberek is, azt olvassuk, extázisba estek, magukon kívül voltak. És ez a dolognak a lényege. Amikor hálaadással elindulunk az Isten felé, lehet, hogy messziről jövünk, mert nagyon testinek vagyunk, vagy testinek érezzük magunkat. De mikor megérkezünk a szentélybe, ott csak egy dolgot tudunk tenni, éneklünk Istenről, és hirdetjük az ő hatalmát és az ő erejét. De a szentek szentjébe leborulva, mégis nyitott szemekkel meglátjuk az Istent a maga valóságában, az igazságnak az erejében, ott történnek a nagy dolgok, a nagy csodák, mert ott te olyanokat látsz meg, amit sehol máshol, olyanokat ismersz meg, amit sehol máshol, és akkor már nem Istenről éneklünk, hanem Istennek. Egy személyes kapcsolat jön létre. Már vele éneklünk, ott már interakció van, ott már az Isten is megnyilvánul. Hálaadás. Két okunk mindig van a hálaadásra. Az egyiket Jobb mondja ki, tudjátok, Jobb, igen, pórul járt, kötöttek a bőrére egy fogadást, és hát először mindenét elvesztette, Jobb csak a puszta élete maradt. Másodszorra ezt a puszta életét is az ördög fájdalmas betegségekkel pokollá tette. Úgyhogy az élete egy pokollá változott. És a tétje ennek a fogadásnak az volt, hogy vajon Jobb szembefordul-e az Istennel, és megátkozza-e szemtől szembe, vagy pedig nem. És még egy bátorítót is küldött az ördög Jobbnak, aki mondta neki, hogy még mindig erősen állsz a te fethetetlenségedbe, átkozz meg az Isten szemtől szembe, és hajj meg. Óriási nyomás volt Jobbon. Minden azt mondta, hogy hát igen, tulajdonképpen nincs más. Az egész életét hiába való módon élte le. Minden, amire feltette az egész életét, az úgy tűnik, hogy szerte foszlik. És semmi. Szegény Jobb se értette az egész helyzetet, hogy ő ezt mivel kapta ki, mivel szolgált rá. De mond egy nagyon fontos dolgot, és ugye az első része a történetének a zanzásított változata itt záródik le, hogy Jobb nem vétkezett az ajkaival. És tudjátok miért nem? Mert ő tudta a titkot, ami az első oka annak, hogy mindig minden körülmények között lehetünk hálásak. Azt mondja, mezítelenül jöttem ebbe a világba, és mezítelenül megyek el. Semmim nincs, amit ne úgy kaptam volna. Következésképpen, bármid van, az Isten tulajdona. Az életed Isten tulajdona, a tested Isten tulajdona, a vagyonod Isten tulajdona, a szíved Isten tulajdona, minden, ami van, Istennek a tulajdona. Mert úgy jöttél be a világba, hogy mezítelen voltál. Amit kaptál, mindent Istentől kaptál, még magát a puszta életedet is. Következésképpen, ha veszteség és kár ért téged, akkor az első számú valaki, akit kár ért, az a tulajdonos, az Isten. És Jobb ezt értette és tudta, azt, hogy minden úgy kapott. És azt mondja, az Istennek joga van mindent elvenni, ha ő úgy látja jónak, mert ő a tulajdonos. És most nem azt akarom nektek mondani, hogy ugye azt szoktam mindig mondani, amikor Jobb előkeveredik, hogy ez velünk nem történhet meg. És azért nem, mert az Isten tudta, hogy Jobb kibírja. Rólunk meg tudja, hogy mi nem bírnánk ki. És hogy ezért biztonságban vagyunk, mert mi sokkal gyengébbek vagyunk, mint Jobb. És Isten nem enged bennünket feljebb kísérteni semmit, kértük vagy elgondoltuk volna. De a dolognak ez a lényege, hogy Jobbnak ez volt egy fantasztikus Isten félelme, volt egy fantasztikus hite, hogy tudta, hogy bármim van, azt Istentől kaptam, és ezért, amim van, az Istennek az ajándéka, és ezek fölött valójában nem én rendelkezek, hanem az Isten. És amikor nyomorúságon, bajon megy keresztül az ember, akkor is tudja azt, ugye, mert az ördög mindig arra szeretné irányítani a figyelmet, hogy mi nincs, Isten pedig azt mondja neked, hogy minden tőlem van. És kétféle leltárt készíthetsz, az egyik a veszteség leltár, hogy ezt is elvesztettem, azt is elvesztettem, ez se lesz, az se lesz. A másik leltár meg az a leltár, hogy mi van. És Jézus pontosan erre akarta megtanítani a tanítványokat. Ha arra nézel, hogy mi hibázzik, zugolódó leszel, és amíg ebben a testben élsz, ezen a világon élsz, mindig fog valami hibázzani. Ha pedig arra nézel, amit van, akkor pedig hálaadó ember leszel. És ezért úgy tudod legyőzni az ugolódást, a keserűséget, hogyha nem azt veszed számba, hogy mi nincs, hanem azt veszed számba, hogy mi van.
És különösen a csapások, a nehézségek, a veszteségek után nagyon fontos, hogy az ember levegye a figyelmet a veszteségről, és számba vegye azt, ami van. Jézus így tanította meg a tanítványokat. Egyetlen olyan történet van a Bibliában, az evangéliumokban leírva, ami mind a négy evangéliumban szerepel. Ez pedig az 5000-ek megvendégelése. És ott Jézus szándékosan odaállította a tanítványokat egy megoldhatatlan feladat elé. Hogy megtanítsa őket, hogy hogyan lehet a megoldhatatlan feladatokat megoldani. És azt mondta, hogy itt van ez az 5000 ember, szánakozom rajtuk, adjatok nekik enni. Mire azt mondták a tanítványok, hát nincs annyi pénz, amennyiért ezeknek kaját tudnánk venni, és akkor Jézus megkérdezte, mi az, amitek van? És akkor a tanítvány felbuzdult, hogy ó, hát van itt egy kisfiú, annak van ott kenyere, meg két hala. De aztán ránézett a sokaságra, ránézett arra, ami van, és azt mondta, hogy hát mi ez ennyi embernek. És igen. Ez volt, ez van. De Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy hozzátok ide hozzám. És hálát adott azért a pár kenyérért, azért a kis halért, ami semmi volt annak a rettenetesnek, sokaságnak, és azt mondta, hogy kezdjétek el kiosztani. És ahogy elkezdték az emberek kiosztani, kiderült, hogy nem csak hogy elég, hanem bőségesen elég. És ez... Ezen keresztül, és János ezt megértette, és fontosnak tartott, hogy még egyszer leírja, pedig nem, a szinoptikusokat nem nagyon ismételte. Jézus galileai csodájából nem is hoz olyat, amit a szinoptikusok hoznak, csak ezt az egyet. És azért, és két fejezetet rászáll, hogy Jézus ennek apján a mennyből alászállt kenyérről tanít, két fejezetet is rászáll, és úgy hívja azt a helyet, hogy ahol hálákat adott az Úr. Mert Jézus ezen keresztül tanított meg, és tanította meg a tanítványait arra, hogy a hálaadás az eszköze annak, hogy az ember a lehetetlen dolgokat le tudja győzni. Ha ránézel arra, hogy mit kéne elvégezni, és ránézel arra, hogy mik a te eszközeid, akkor az ember elkeseredik. De ha ránéz arra, hogy milyen van, és elkezd azért hálát adni, a hálaadás elindítja őt az Isten felé, áthidalja a távolságot, ami a test és a szellem között van. És amikor megérkezel Istenhez, akkor bent az oszlopcsarnokban már felemeled, mint győztes a kezeidet, és azt mondod, Istennek minden lehetséges. Amen. A hálaadás tehát bevisz bennünket a kapukon. Oda visz a szentek szentje elé, oda visz a pitvarba, oda visz arra a helyre, ahol Isten nagyságát megláthatjuk. És ezért fontos a hálaadás. A hálaadással tud az ember elindulni. A másik ok, amiért hálásak lehetünk, az pedig roppant egyszerű. Az Efézusi levélben van, ugye tulajdonképpen ez leírva, rögtön az Efézusi levél ezzel kezdődik, hogy ami a názareti Jézus Krisztussal megtörtént, az mindazokkal megtörtént, akik a názareti Jézus Krisztusban vannak. És hogy kerültünk Jézus Krisztusba bele? Úgy, hogy hittünk benne, és belekeresztelkedtünk az ő halálával, de azzal a hittel keresztelkedtünk bele az ő halálába, hogy az ő feltámadásával is egyek leszünk. És ha te belekeresztelkedtél Jézusba, az első században úgy keresztelkedtek az emberek, hogy kereszt alakú medencébe merültek bele. Hogy ezzel is szimbolizálják, hogy Jézus halálába merülnek bele. Meghalnak a világ számára, hogy Jézus Krisztussal együtt feltámadva már egy krisztusi életet éljenek. Azt fejezte ki a vízkeresztséget, hogy az Ószövetségben úgy volt, hogyha valaki meg akar tisztulni, akkor oda ment tisztátalanul, a tisztátalan ruháit levetette, bemerült a vízbe, és a másik oldalon kellett kijönnie, és nem csak megtisztult, hanem utána tiszta ruhákat is vett magára. Ugyanez a vízkeresztség is. A régi bűnös cselekedeteinket levetjük, belemerülünk Jézus halálába, aki körülmetéli a szívünket, az életre kelti bennünk az új teremtést, az új embert, megerősíti bennünk ezt az új teremtést, ezt az új embert, és kijövünk, és az Úr ránk adja a tiszta fehér ruhát, ami a szentek igazságos cselekedete. Olyan cselekedeteket ad ránk, olyan ruhát ad ránk, ami az ő akaratának megfelelő. És ha belekeresztelkedtél Jézus Krisztusba, akkor ez azt jelenti, hogy ővel együtt meghaltál, ővel együtt eltemettek, ővel együtt feltámadtál, ővel együtt a mennybe ültettek téged, az ővel együtt tisztességgel, dicsőséggel meg vagy koronázva, és ő benne meg vagy áldva minden szellemi áldással, ami csak létezik. És mindezt, ha felismered, akkor egy dolgot tudsz tenni, hogy legyél az Isten dicsőségének a magasztalására. Megnézzétek ezt a szakaszt, háromszor mondja el az írás. Vagyis. A második ok, ha akárhogy is érzed magad, akármilyen élethelyzetben vagy lelki állapotban vagy, amiért tudsz hálát adni, az az, hogy a megváltás megtörtént. És tudjátok, már az Ószövetségben is így volt. Nehémiás idejében a népnek felolvasták a törvényt, és a nép sírva fakadt.
De a sátorok ünnepének az utolsó nagy napja, a Tóra öröm ünnepe volt, így hívják mind a mai napig, és meg volt parancsolva, azt mondja ott a törvény, hogy ezen a napon örvendezz az Úr a te Istened előtt. Parancsba volt adva az örvendezés. És ezért a leviták, mikor látták, hogy a nép siránkozik és gyászol, rájuk szóltak, és azt mondták, ne csináljátok. Ezen a napon, minden más napon lehet siránkozni, de ezen a napon nem lehet siránkozni, mert pont az a micva, pont az a parancsolat, hogy örvendezni kell ezen a napon. Ezért menjetek, örüljetek, készítsétek jó kajákat, a legjobb bort vegyétek elő, akinek nincs, annak küldjetek, adjatok, hogy mindenki együtt örüljön és örvendezzen ezen a napon. És ez az előképe annak, ami velünk is megtörtént. Hogy ide járulhatunk Isten színe elé, és lehet, hogy úgy érezzük magunkat, hogy nem történt meg a megváltás. De az a jó hírem, hogy megtörtént. És ezért bármilyen helyzetben is vagyunk, bárhogy is érezzük magunkat, akkor is, amikor megállunk Isten színe előtt, és felemeljük a szemeinket a dolgokról, akkor ott kell, akkor a mennyben egy megöletett bárányt látunk, aki győztesen ül az atyának a jobbján. Aki értünk, legyőzte a bűnt és legyőzte a halált. Aki bűnbocsánatot szerzett nekünk. Aki megszerezte a hatalmat a halál fölött is. És a halál által megsemmisítette a halál urát. A megváltás tény. És amikor az ember erre ráébred, amikor az ember erre rájön, akkor nem teheti meg, hogy nem örvendezik. Nem teheti meg. Hát két okunk mindig van. Egyrészt, ha élsz, akkor már van valamid. Ha más nem, a puszta életed, amit Istentől kaptál, és aminek hálásnak kell lenned. A másik, hogyha pedig hívő és megváltott ember vagy, akkor Isten színe előtt, Isten jelenlétében tudnod kell azt, hogy a megváltás megtörtént. És, nem, és a gyász nem dicsőíti azt az Istent, aki feltámadt a halálból. Az ördög szeretné, hogy gyászoljunk. Isten pedig azt szeretné, hogy tudjuk azt, hogy ő benne többek vagyunk, mint győztesek. A Róma levélben azt olvassuk, hogy az egyik bűne a pogányoknak az, hogy Istennek nem adtak hálát mindazokért, az áldásokért, amit az ember Istentől kapott. Ez tulajdonképpen ez indítja el a romlás útját, hogy Istennek nem adtak az emberek hálát, nem keresték őt. És ennek az volt az oka, hogy az emberek megromlottak, és mindenféle ideológiákat találtak ki a maguk számára. Ezért tehát az ember, a hálaadás a legfontosabb alapállásunk Istennel kapcsolatban. A másik dolog, amiről a Biblia beszél, hogy a hívő embernek a belső világát le kell cserélnie, ki kell cserélnie. És az alapállása a hívőnek a hálaadás. Szeretném ezzel kapcsolatban a Kolosse levelet felolvasni, ugye ebbe is a testvérek már, ebből is idéztek már ma, és a következő mondja a Kolosse levél harmadik része. Az első 17 verset olvasom. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve a Krisztussal együtt az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Tehát ezért vagyunk itt, hogy ne azzal törődjünk, ami itt a földön van, hanem azzal törődjünk, ami a mennyben van. Öldököljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földi életre irányul. Paráznaságot, tisztátalanságot, szenvedélyt, gonosz kívánságot, a kapzsiságot, ami bálványimádás, mert ezek miatt haragszik az Isten. Ti is ezeket tettétek egykor, amikor ezekben éltetek. Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást, szátokból a gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymásnak, mert levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség, körülmetéletlenség, balbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen,
ahogyan az Úr is megbocsájtott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent, ugye a tökéletesség kötele. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben. És legyetek hálásak, a Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok, vagy cselekeztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Ezekben az utolsó versekben háromszor hangzik el a hála. Hálásak legyetek, háladással énekeljetek, és amit csak tesztek, hálát adva tegyétek. Leírja az utat a Kolosse levélben Pál a pogányságból a kereszténységbe, az Isten hívőkbe. A pogányok tele vannak keserűséggel, haraggal, indulattal, és a szájukból ez jön ki. A keserűségüknek, a haragjuknak, az indulatuknak adnak hangot. Régen a televíziókban nem volt szokás ezt bemutatni, ott ügyeltek rá, hogy ott a katócsugárcsőből ne feltétlenül ezek az indulatok jöjjenek ki, ma már ez nem divat. És bekapcsolja az ember a tévét, ott szitkozódnak, ott káromkodnak, ott gyűlölködnek, ott keseregnek. Felmész az internetre, megnézed a kommenteket, és azt látod, hogy még keresztények is azt gondolják, hogy ami leírnak névtelenül, arra nem vonatkoznak ezek, amik itten meg vannak írva, a nyelv bűnei. De az a billentyűzet bűne, úgy gondolják. De nem. Ha te trollkodsz az interneten, az ugyanúgy a nyelv bűnei közé tartozik. Hát hangot adsz a keserűségnek, hangot adsz a benned levő gonosz, mérges indulatoknak, mérgező indulatoknak. És ez a mérges kígyók fajzatainak a tulajdonsága, hogy megmarják a másik embert, és örömmel a bennük levő epét, az örömmel a bennük levő mérget beleürítik a másik emberbe. És ilyenek voltunk. Azt írja Pál, hogy gyűlöltünk és gyűlölködtünk. Gyűlöltek voltunk, és mi is gyűlöltük az embereket. És ez a gyűlölet gyülemlik fel az emberekben. Az elkeseredettség, az indulat miatt, mert nem ismerik az Istent. És azt gondolják, hogy valahogy azt a szomjúságot, amik bennük van, azt a másik embernek, az államnak, a nem tudom kinek, a házastársuknak, a gyereküknek, a felmenőiknek, valakinek kéne kielégíteni, és haragszanak, maguk sem tudják miért. És ennek adnak hangot. De amikor az ember új szívet kap, akkor azt mondja a Biblia, hogy ezt vetkőzze le. És ezt nem úgy tudod levetkőzni, hogy kívül mézesmázas vagy, belül meg tele vagy gonoszsággal, mert akkor csak farizeus lettél. Esetleg, ha jól csinálod, akkor fő farizeus. Hanem ez úgy történik, hogy a szívünk megtelik hálával. És a hálás szívből származnak aztán azok a dolgok, amelyek az emberek, a hallgatók számára áldásosak lesznek. Oké? És ez kell, hogy az ember belül a szívét meg tudja változtatni. Tehát amikor nagy a távolság, akkor mit tudunk tenni? Le tudjuk győzni a távolságot, hogy elindulunk a hálaadásnak a zarándok útjára. És az ember számba veszi azt, amire szüksége van. A Filippi levélben azt írja Pál, semmifelől ne aggódjatok, hanem hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, megőrzi a ti gondolataitokat Krisztus Jézusban. Tehát mikor az embert elfogja a félelem, az aggodalmaskodás, a problémák, a gondok, a nehézségek miatt, és úgy érzi, hogy bele döngöli az agyakba ez a világ őt, vagy a problémák őt, akkor mi a megoldás? Hogy tud felállni? Hogy tudja kirázni magát a porból? Hogy tudja kiszabadítani a nyakát ebből az igából, ebből a békjóból? A csoda fegyverünk a hálaadás. Hogy az ember elkezd Isten felé elindulni hálaadással. És elkezdi számba venni azt, amilyen van. Elkezdi számba venni azt, amit Isten cselekedett. Elkezdi számba venni azt, amit Isten tett. És amíg ezt teszed, amíg ezt csinálod, két dolog történik. Az ördög szemüvegét el tudod dobni magadtól, ami csak a lukat látja a sajtban. Felépül a bizalmad Istenben, mert megemlékezel arról, hogy az Úr ekkor is
ilyen nehézségben voltál, és az Úr megszabadított téged. Akkor is olyan nehézségben voltál, és az Úr megszabadított téged. Hogy mondod a hitedet, hogy vallod meg a hitedet, hogy hálát adsz az élő Istennek, hogy elmondod, hogy ő mit tett érted, az ő jóságát dicséred és magasztalod. Eközben te magad felépülsz arra, hogy bízni tudja mindenható Istenben. Hogy a hited felépüljön arra, hogy ő előtte meg tud jelenni, mert Istennek lehetetlen hit nélkül tetszeni. Ezt meg kell érteni. Oda mész Istenhez, és azt mondod, hogy hát, ha tehetsz valamit, akkor csinálj valamit. És Jézus visszakérdezett ott annál az embernél, döntsd el, tehetem vagy nem tehetem. Tudsz hinni, vagy nem tudsz hinni. Ki vagyok én a te számodra? És sokszor mi így megyünk Istenhez, hogy de jó lenne, ha csinálnál valamit, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy te fogsz valamit csinálni. És ez az ember is, mikor meghallotta ezt, csak térdre rogyott és sírva fakadt, és azt mondta, Uram, én igyekszem, én akarok hinni, légy segítségül a hitetlenségemnek. És az Úr már cselekedett. Ez már elég volt. De hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, és amikor az ember érzi, hogy nincs hite, akkor is a hálaadás be tudja kapcsolni, mint csodafegyvert. És a szívéből felfakad a hála, és a szívünkből felfakadó hála útra bocsájt bennünket, és megyünk, és zarándokolunk, és átmegyünk az Úrnak a kapuin, és egyszer csak azt érzed, hogy bent vagy a hitnek a birodalmában, ahol elkezdesz látni, ahol megnyílnak a szemeid, ahol látod, elkezded látni a láthatatlant. A hálaadást ezért adta az Isten, és a hálaadás erre való.